Sziasztok, Nyaka Gergely vagyok, én Pécsről érkeztem, és egy bal elő szeretném nektek adni és elmesélni azt, hogy milyen volt a mi találkozásunk a Zsirával és a metain fel. A hr Kft-től jöttem, a HRN Kft munkaerő kölcsönzése és közvetítéssel foglalkozik, ez a fő tevékenysége. A román csoporthoz tartozik, foglalkoztatott létszámról nagyjából úgy kell ezt belőni, hogy ilyen tízzer fölötti létszámmal dolgozik a cégcsoport. Mi külföld kapcsán Ausztria és Németország irányába viszünk munkavállalókat, és számunkra mind a munkavállalók, mind a munkáltatók is ügyfelek. A külföldi tevékenységet 2010-ben kezdtük. <kül> Mit is jelent ez a kölcsönzés Egy kicsit mindenki ismerős szerintem ezen a területen. munkerőkölcsönzésben három szereplő van. Van a munkáltató, kölcsönbevevő, aki foglalkoztatja a dolgozót. A munkáltató szintén kölcsönbeadó, aki meg közvetít a dolgozó és a kölcsönzött dolgozó között. És van a kölcsönzött dolgozó, aki a kölcsönbeadó megkeres, és a kölcsönbevevőhöz koordinális, és a két fél között a... Munkáltatói feladatokat részben ellátja. Ezt a tevékenységet mi menedzselés szinten három elemre tudjuk még bontani. A kölcsözet munkavat már említettem, és vannak egy koordinátor, egy olyan kapcsolattartó, akihez mindennel tud fordulni, ő egy projektvezető, vagy neki az asszisztense, és a kérések, amiket a munkavállalók megfogalmaznak, vagy bármi ügyük van, azt meg az adminisztrációs csoport a back office ügyintézők intézik el. A munkavállalók a kérdéseiket sok formában, sok módon, sok technikai eszközzel küldik el ezeknek a kapcsolattartóknak, és ezek a kapcsolattartók ezeket a kérés, kérdés, panasz, bármilyen ügyintézést e-mailek útján továbbítják annak a csoportnak, aki ezeket végrehajtja. Ugye az e-mailekről már tegnap is volt szó, meg mert a weboldalán rengeteg helyen látjuk, hogy mik az e-mailek előnyei, mik a hátrányai, ö, nincsen szabályozott formája, tartalma, nincs kötelezőség, nincs jogosultságbeállítási lehetőség. E-mail és Excelben való működésben pedig tényleg azon múlik, hogy, hogy mennek végbe a folyamatok, hogy akik ezt végrehajtják, azok mennyire tartják be a szabályokat, mennyire ismerik, és mennyire akarják ezeket betartani. <kül> cégünk növekedésével uh, ugyanazok a problémákkal találkoztunk, és szembesültünk, mint szerintem mindenki, aki elkezd növekedni. Egy uh, induló uh, működés, egyszerű módszerek, egyszerű folyamatok, uh, lojális kollégák, akik ismerik a folyamatokat, van tapasztalatuk benne, tudnak rá reagálni. És hát a legfontosabb uh, első körben egy cég életében, hogy a, az a biznisz, az menjen, és hogy hogy intézzük ezt el, az, az igazából nem az elsődleges kérdés. A működésben mindennapi megoldásainkban az e-mail, Excel alapon nagyjából ezek a rövid szóösszetételek jöttek elő. Minden valakinek a fejébe volt, azt le kellett írni. Ö, ugye emlékezetből dolgoztunk, aztán kialakultak folyamataink feladatokat e-mailekben küldtük, az e-maileket valaki próbálta, bezászlózta, magára színezte, akár felírta magának egy papírra, vagy füzetbe vezette, vagy időközben a 5 hatodik betanult kollega hiba után megkapta azt az infót, hogy ja igen, ezt máshogy csináljuk, már elfelejtettem. Ez egy darabig működik, hogy ilyen szó hagyomány útján, vagy emlékezetből dolgozzunk, de egy idő után ez általános problémával válik minden cég életében, ami egy növekedés pályára lép. 2010-es kezdéshez képest 2022-re az állományunk 10 főről 1000 főre nőtt, külföldről beszélek most, külföldi irányuló kölcsönzésbe, és az irodai létszámunk is ehhez igazodva, a pár párfős irodai back office létszámról 60 plusz főre nőtt. A létszám növekedést, amilyen volumenben ez megtörtént, a szervezeti működési növekedés nem, nem mondanám, hogy lekövette. Találtunk megoldásokat, egyszerűbbeket, hoztunk szabályokat, de ezeket a szabályokat ugye írott formában megadtuk, de végrehajtatni vagy keretet adni emögé nem, nem annyira tudtunk, nem volt rá eszközünk. Mik voltak a konkrét problémák, csak hogy érzékeltessem számotokra is, hogy egy már megszerzett munkavállaló, aki nálunk dolgozik. Itt az előbb a, a munkavállalók felé a munkáltatói brandingről, hogy milyen, milyen képet sugároz magára a munkáltató volt szó. Itt a munkavállalók megszerzése volt az elsődleges cél. Nálunk már a megszerzett munkavállalók megtartása a, az a második cél, hogy egy hozzánk már becsatornázott, velünk szerződött első Élménye pozitív dolgozónál ezt fent tudjuk tartani, és ennek nagyon fontos eleme azok, hogy a az ő kérései, kérdései, bármilyen problémája van, abból, abból megoldást kapjon tőlünk vissza. A napi problémáink abból álltak, hogy a belső működésben az e-maileken érkezett kérések, kérdések, bármilyen információ vagy, vagy segítségkérés az e-mailek útjá jött, és hát elveszett, részben oldódott meg vagy egyáltalán nem is oldódott meg. Konkrétan ilyenekbe gondoljatok bele, hogy valaki munkáltatói igazolást kért, mert hitelt akart fölvenni, ez hetekig nem jutott el hozzá, mert igazából senki nem fogta meg azt az e-mailt, nem, nem kezelte. Fizetésével volt gondja, ezt jelezte, nem kapott visszajelzést, nem került az javításra, illetőleg bankszámla változást jelentett be, és a következő utalása még mindig az előző számlájára ment, tehát nem frissítettük. Munkavállalóknál ez nyilván nem annyira pozitív következményekkel jár. Valakinek van türelme, és elnézi ezeket a hibákat, de azért a többség az nem a türelmes csoportba tartozik. Nyilván ők elégedetlenek lettek, egyre több panasz érkezett. Ez az elégedetlenség, ez a cégen belüli osztályok között is feszültséget generált, mert a kapcsolattartók mindent megígértek, és próbálták nyugtatni a munkavállalókat. Az ügyintéző osztály pedig nem jutott a feladatok végére, vagy nem, nem tudta ezt megoldani. Így a két osztály között is kialakult egy feszültség, és egy mondhatni káosz szintre jutott ez a működésben. Az utolsó pillanatban megoldásra volt szükségünk, egy kis érzékeltetés a káoszról. Milyen megoldást kerestünk, vagy mire kerestünk megoldást? A munkavállalók ügyintézésére kerestünk egy olyan, ö, olyan működést, ahol feladatok nem vesznek el, nyomon követhető az állapot, van egy transzparencia benne, a teljes kommunikáció, minden információ egy csomagban megtalálható, ne kelljen semminek utána járni, más rendszerekbe keresni, és a a pontra az itt, meg azzal szerettük volna föltenni, hogy ezt valamilyen módon ö, vezetőként, vagy, vagy, statisztikai szempontból is le tudjuk követni, és monitorozni tudjuk. Megoldás keresésben felvetődött a kérdés, oké, okay, hát ez nem a mi problémánk egyedül, ez másnál már biztos felvetődött, máshogyan oldja ezt meg, valószínűleg nem több humán erőforrással, meg, meg ö, humán kontrollal, hanem egy szoftverrel találnak erre megoldást. Most már ugye ez a HR szekció is erősen elő volt készítve a MetaInf részéről, tehát most már linkedin is, amint a Metain oldalán is bele a HR megoldásokba, a HR témakörbe, de 2022-ben, mikor nálunk eljutottunk eddig a pontig, még ez így nem jött szembe ez a megoldás, akkor ö, valakinek a cégcsoporton belül eszébe jutott, hogy mintha látott volna az IT-nél valami jegykezelést, vagy jegyazonosítást, vagy ők arra hivatkoztak, hogy ők egy ilyen jegykezelőbe kezelik a feladatainkat, Hozzájuk fordultunk, megkérdeztük őket, hogy, hát, hogy működik. Egy nagyon jó IT support szége dolgozunk együtt, akiknek a vezetője egy elhivatott a zsira irányába, és hát a Metain fel is Jobban van, ő tartott egy zsíra prezentációt, mondhatni ő fertőzött meg minket a zsírával. Nekünk még akkor zsíra volt, mert nagyon leírva, meg más módon sem találkoztunk ezzel a programmal. És akkor 2022 végén össze is kötött minket egyből a Volt egy kezű kör, hogy mire lehet jó nekünk a zsíra, mire lehet jó a Metainf, hogyan tudnak ők segíteni, mi a mi problémánk, hogyan tudják ők ezt megoldani, milyen megoldási javaslataik vannak. Nem csak a Zsírában és a Metaimben gondolkoztunk, a cégcsoportban van IT-osztály, hozzájuk is fordultunk, kerestünk alternatív prog programokat, több ö, szoftver lehetőséget összehasonlítottuk a megvalósításban, ö, és ezzel párhuzamosan a Metaim fel is haladtunk. Ők javasoltak egy 15 órás pilotot, ami nyilván abban jó, hogy egy kicsit belekostolhatunk, és megnézhetjük, mi, mi, miből is eredesz, mi, mi egy alapja ennek, és azzal nyilván nagy költség, meg nagy kötöttség nem jár. 2022 végén ezt elindítottuk, ezt a pilotot, 23. január elején ebből lett egy eredmény, egy ügy típus, egy workflow, megnéztük ezt, hogy ez most tetszik-e nekünk, kiindulásnak jó-e, akkor ez jónak nézett ki, és akkor így a teljes igényünket, fejlesztési tervünket így a metaim visszajelzése alapján egy 87 órás fejlesztésre és egy március közepe végi dátumra tervezve vállalhatónak látták ők. Úgyhogy a döntéshez jutottunk. A döntés az lett, hogy igen, szimpatikus ez az út. Nézzük meg a MetaInf segítségét, nézzük meg a zsírát, hogy nekünk ez lesz a megoldás. 23. februárban is indult a közös munkafejlesztés. A februári kezdés és a tervezett 87 órás teljes fejlesztéshez képest egy hónap alatt ezt elhasználtuk, ezt a fejlesztési időt, de a fejlesztés, illetve a konfiguráció nem volt még kész. Ekkor láttuk, hogy ez mégsem olyan egyszerű, hogy mi előzetesen gondoltuk. A pilot relatív jól sikerült, de itt, itt még több fejlesztésre lesz szükség, nem álltunk meg, mert elkezdtük, és láttuk, hogy ennek jó vége lehet. MetaInfis támogató hozzáállással a betervezett 87 órás kerethez képest vállalta, hogy a, amire nekünk szükségünk lesz fejlesztési időben és energiába, azt rá fogja fordítani, és egy későbbi határidőben megállapodva folytattuk a fejlesztést. Ugye jó munkához idő kell, májusban már mondhatni tesztelés fázisban volt a rendszer, ott éles, te, éles tesztelést megelőzően tesztrendszerben a felhasználókat tanítva teszteltünk, itt kijöttek még nyilván olyan igények, hogy ezeken még valamit csiszolni kell, és Június 1-ével, 2000 június 1 a korábbi e-mailes metódust felváltottuk egy Zsira Service Management bevezetésével. Működik a rendszer, akkor működött, igen, most egy 23 ezeres ügyszámnál tartunk nagyjából. Viszont az éles indulásig a tervezett 87 óra helyett egy kicsivel több ment rá. Ez akkor kicsit meglepet minket, de elkezdtük vizsgálni, hogy jó, mi lehetett ennek az oka, miért nem a terv szerint alakult. És ennek sok oka van, és ezt tanulságként, tapasztalat átadásként is szeretném veletek megosztani. Egy pilotra építettük az egész fejlesztési tervet, ami nem egy gyakorlati felhasználással validálódott, ezért nagyon optimisták voltunk, fejlesztők is nagyon optimisták voltak, ami egy jó dolog, de az alapos felmérés az azért azt gondolom hiányzott, nyilván az időszűke miatt azt mondtuk, hogy csináljuk, csináljuk, menjünk, haladjunk, és akkor ez így elmaradt fejlesztés közben ismertük meg a zsírát, az a fejlesztés nem úgy zajlott, hogy odaadtuk a feladatot a fejlesztőknek, csináljátok meg, és a kész van, majd szóljatok, hanem azért kicsit közben több információra volt szükség, akkor oda-vissza a kommunikációval alakult ez a fejlesztés egy közös munkává, és abból az oda-vissza kommunikációval mindig jöttek új ötletek, Emellett egy jó rendszert akartunk a létrehozni, egy jó rendszert akartunk indítani, és nem egy elindítunk valamit, és akkor majd Két, két havonta ridizelünk egy új verziót, vagy, vagy beleviszünk komoly változásokat. Ö, a, abba a hibába is beleestünk, hogy nagyon jót akartunk, a nagyon jót akarunk, az nagyon komplikált tud lenni, úgyhogy ez is egy ilyen gyerekbetegség volt részünkről, hogy a olyan dolgokat csináltattunk meg, ami később bebizonyosodott, hogy ezért nem biztos, hogy ilyen szintig kell egy, egy, egy rendszert fejleszteni. Volt a konstrukciós hibák is, ami a workflow-kra vonatkozik, tehát olyan kicsit ilyen zsákutcák alakultak ki, vagy logikátlan elemek a mi kérésünkre, ami, ami nyilván javítani kellett, és ezt akkor kellett megtenni, amikor már készen voltak ezek a workflow-k, akkor belenyúlni nyilván sokkal időigényesebb és költségesebb. Valamint voltak olyan bonyolult kérelem típusaink, amik főjegy, aljegyek és ezek összefüggései miatt ö, sokkal bonyolultabb Megoldásokat igényeltek, sok extra beállítást és sok automatizációt, és az éles indulás után még volt azért mit csiszolni rajta, de egy plusz száz órával, június és szeptember között ezeket még helyreálltuk, ezeket a dolgokat. Mi az, amit a zsírával kaptunk, mit, mit érzünk mi, mi a rendszerben a, a, a tapasztalás, az, hogy egy megoldást kaptunk ezzel a rendszerrel, mind arra, amit az elején felvetettünk, hogy mik a problémáink. Ez egy olyan dobozosnak ö, látszó rendszer, amiben azt gondolom, hogy szinte minden ö, működést, folyamatot be lehet fejleszteni, ugyan kompromisszumok árán, de azóta is a fejlesztőkkel azt, azt látjuk, hogy amit mi kitalálunk, működést, azt bizonyos pici változtatásokkal ezt meg tudjuk tenni. Mi a hétköznapi értékünk ebből a fejlesztésből, mit érzékenünk? Ö, Nyilván az e-mailek elvesztek, itt bármilyen kérelem beérkezik, az nem veszik el, lekövethető a, a státusza. Automatizmusokat ki tudtunk használni a rendszerből, amik automationok, vagy posztfunkcionok, meg ezek ö, sokadik verziói. Így ö, feladatduplikálásokat tudtunk csökkenteni, adatokat nem kellett többször rögzíteni, illetve tudtunk olyan folyamatokat automatizálni, ami eddig két-három e-mail küldés volt, az most egy aktivitásból meg tud oldódni. A folyamatok ezáltal föl tudtak gyorsulni a, a munkavállalók nagy örömére. Minden lépés és info visszakövethető a rendszerből, tehát bárki bármikor csinált valamit, ugye vissza tudjuk nézni, megtudjuk az okot. A jogosultsági beállításokra pedig olyan folyamatokat tudtunk szabályozni, ahol engedélyezésekre van szükség, és azt nagyon szorosan vissza kell kövessük, hogy ki mikor mit engedélyezett. A, munkafolyamatnak az még egy nagy előnye, hogy ő itt nincs olyan dolgozó szabadon választja ki, ügyintéző szabadon választja ki, hogy mi a következő lépés eléggé lekorlátozza azt, hogy hova tud ő tovább menni, milyen státuszra, milyen lépést kell, milyen adatot föltölteni, milyen, milyen csatolmányt kell föltölteni. Illetőleg le tudjuk most már követni azt, hogy a rendszerben mennyi feladat van, aktuálisan mennyi feladat, milyen státuszban, hogy van késésben határidők határidőkhöz képest, és így tudjuk az ügyintézőket támogatni, hogyha látjuk, hogy valaki túlterhelt, akkor nyilván tudjuk kérdezni, hogy mennyi feladatod van, hogy haladsz ezekkel a múltban, amikor e-mail meg Excel alapon írogatta a feladatait, erre nagyon lehetőség nem volt, mert azt mondták, hogy sok a feladatuk, vagy kevés, most számszerűen ezt meg lehet határozni. Oké, okay. most akkor kész vagyunk, vége a fejlesztésnek, itt a zsíra, nincs semmi dolgunk. Én családi házban lakok, és van egy-két fejlesztésünk, ahol uh, programozókkal vagyok kapcsolatban, és nagyjából ebbe egyetértünk, és ez egy általános, szerintem mindenki által ismert dolog, hogy nincs olyan, hogy kész van egy ház, és nincs olyan, hogy kész van egy fejlesztés, folyamatosan fejlődünk, a világ fejlődik, az igények fejlődnek, ehhez kell igazítani. A június indulás óta még uh, nagyon sok uh, elemet, picit nagyot beraktunk a rendszerbe, és vannak további terveink is. Mik a terveink a jövőre nézve. Ugye említettem, hogy ez a külföldi működésre vonatkozó adminisztrációs feladatokra vezettük be ezt a rendszert, ezt szeretnénk más csoportokra, más osztályokra is tovább vinni ezt a működést, vagy ennek egy részét, Szeretnénk más vállalati szoftverekkel is összekötni, hogy ne csak a jelenlegi zsírán belüli automatizációk vagy automatikus dolgok működjenek, hanem igenis a többi szoftverrel való kapcsolódás révén nyerjünk még időt, vagy spóroljunk meg adminisztrációt és látjuk még azoknak a zsíra kiegészítőknek a lehetőséget, amik növelik a hatékonyságokat. Most ebbe a két napban én is sokat személyesen is sikerült megtapasztalnom, meg a vendoroktól láttam ezeket, hogy milyen előnyök lehetnek. Még ez mindenkinek egyéni, hogy kinek mi az előnyös. És hát van a zsírának még két olyan eleme, amiben látjuk a potenciált, és a, a, látjuk a jövőképet, hogy ezekre is szükségünk lesz. Úgyhogy én igazából összesen ennyit szerettem volna megosztani veletek ez a tapasztalásunk a zsírával kapcsolatban és a metainfes. Fejlesztésről köszönöm szépen a figyelmet.